Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Betlen Gábor Alapítvány kuratóriuma nevében a 2017. évi Teleki Pál érdemérem átadásán. Ez az érdemérem a Betlen Gábor Alapítvány becsülethegye. Mint minden évben, idén is a Trianon trauma évfordulójához, a Nemzeti Összetartozás napjához kötődően nyitjuk át. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eszterházy László katonatárius kamarok urat, e kegyhely plébánosát, Esperes urat. Köszönöm szépen a rendezők nevében, hogy helyet adott ezen a kegyhelyen mai megemlékezésünk. Köszöntöm eddigi díjazottainkat, és köszöntöm azokat is, akik az idei díjazottakkal érkeztek ma erre a megemlékezésre. Kérem, hogy az alapítvány hagyománya szerint mai ünnepünket is nemzeti imánknak Kölcsey Ferenc himnuszának az eléneklésével. Visszagondolok arra, hogy a történelem milyen vérbeáztató történelem. Ezért gondoljunk arra, hogy emögött a véres történelem mögött ott van a szellemnek a történelmet, ami viszont a magyarok számára fölemelő, dicsőséges és nagyszerű. Nem véletlen, hogy a Kárpát-medencében élő népekre jellemző volt valamikor, ami Petőfi Sándor
ha nem születtem volna is magamra, mondja ezt az elpapától és szolgálatának a de ez akkor senkiben nem tettek megütközését, ez a világ legtermészetesebb dolga. És nem tudok magyarázkodni. Én most, amikor itt a két szobron okán gondolunk el, hogy megszólaltunk, akkor én is akartam más, mint példaképeket állítani, és most a diádadon pedig olyanokat részesítünk ebben a tisztességben, hogy terpikál érdekel, hogy érdeket tudjuk át, akik élő példát lehetnek számunkra. Úgyhogy erre gondolva, hogy most nem szakítanám a szót, hanem átadnám, és szívem szerint úgy gondoltam, hogy ezt elállítani házigat, igazából őnek kellene egy köszönhetőség kellene elállítani. Tehát ha esetleg hajtottam rá, akkor nagyon szívesen fogadnám egy kéz volna. Köszönöm szépen. Tisztelettel és szeretettel köszöntök a magam részéről is minden kedves vendéget. Egész röviden, mi 1947. szeptember 14. ez a dátum, ami minket, remeteieket úgy gondolom kötelez. És ez a kötelezettség indított arra már két évvel ezelőtt, hogy készüljük 2017. szeptember 16-ára, amikor 70 éve lesz annak, hogy ide Remetére zarándokolt 100 000 férfivel, Vincenti József Ferenc primásnak. Akkor már 2015-ben különböző helyeken, ahol gondolta, próbáltam kopogtatni, és a legfőbb gazdák, magyarok nagyasszonya az segített, és összejött a rávaló, a szoborra, a gondviselő is összehozott a Vincenti Alapítványal, és a pályáztatás alkalmával pedig a Tibor bátyánkkal. Ezt mind a tégieknek köszönhetjük. És ezen alkalommal, amikor megtekinthetik önök is a két szobrot, még egyszer tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és hívok mindenkit szeptember 16-ra, amikor 12 órakor Miklós főpásztorunk ebben az ünnepi alkalommal szabadtéri oltárnál szentmisét fog bemutatni, és megáldja akkor már a végleges helyén lévő Vincenti Jézus szobrot. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt kitüntetetteim, kedves vendégeim! Köszönöm művészkor és Esperes Prévános Magyarországos szavait. Megemlékezéseinket évekre visszamenően rendre a magyar szellem templomaiból szoktuk tartani. Megtiszteltetésnek tekintjük a szervezők részét, hogy idén a nemzet kegyeletének egy olyan emlékezetnél jöhetünk össze, amely nem csak a szellem, hanem a lélek számára is szentségi értelemben is templomi közel. Ezt hirdeti számunkra nem csak az itt kiállított és bemutatott két szobor, amely hamarosan eredeti helyére térbe fog kerülni, hanem a kegyhelynek és kanonikus által említett 1947. évi a magyar kereszténység régi elejét felmutató 100 000-es férfi zarándoklatnak az emléke, és különösen ennek a templomnak a titulusa, Kisboldogasszony, amely a magyarok nagyasszonyára, a magyar nemzetek tudatának az egyik pillérére és égi pártfőnökre. Tisztelettel felkérem Nagy Mihály Zoltán kurátorát, a Betlen Gábor Alapítvány kurátorát, hogy tartsa meg a megemlékezését neki beszélni. Thank you.
Boldog asszony, ezer évig édesanyád voltál, elejük a hozzád sírtak, hozzájuk rajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ezennyit boldog asszony, a jó Krisztust kér meg. Négy részparton, három legyen, mindörökké magyar legyen, a Máriás életen. Milyen tisztelt elnök úr, kedves plébános atya, tisztelt megemlékezők! E szakrális környezetben Mária mellettén, magyarok nagyasszonya, szobrától nem messze írja, hogy felidérni. Pialista tanár, költő, a két világháború közötti magyar cserkészközben egy jelentő saját alakja, Sík Sándor 1920-es. Szeretettel köszönöm a megtiszteltetést, hogy szóval a megtiszteltetés annál is nagyobb, hogy tavaly még Juhászről barátunk és harcos társam beszélt itt. Szeretettel őrizzük meg emlékeinket. 97 év távlatában Trianon számítan egy helyszín, egy impozáns verszeri kastélyt jelent. Már nem is egy eseményt, egy erős cinizmussal szerződésnek nevezett nagyhatalmi diktátum elhagyása. Trianon a magyar közgondolkodás számára fogalom. Olyan fogalom, amelyben összesűrűsödik az elmúlt száz év, egy közösség minden szenvedése, amelyek eredményre jól érzik a döntését. Ha Trianonról beszélünk, az ország csonkítása egyszerre jut a teszünkbe, magyarok másodrendű állampolgárá tétele saját hazájukban, lakosság cserének nevezett kivizetési felvidékben, vérbosszú a délvidéken, az anyanyelv használat korlátozása, a szelmenci kettévágott falu, vagy éppen a magyar ellenes pogrom Maros vásárhelye. Trianon egyszerre megemészthetetlenség, a kibeszélhetetlenség és az orvosolatlanság szimbóluma. A két világháború között politikusok, írók, tudósok, művészek legjobbjai próbálták megérteni a megérthetetlen, barátkoznak csak rövid rémálomnak remélt valóság. Juhász Gyula és József Attila, Kosztolányi és Karinti, Babics és Tóth Árpád, Herceg Ferenc és Tormai Cecília, Kincses Kolozsvár, Adi Jelvin Szentén és Várak, a Vértoni városok, a Pozsonyi koronázó városok és a Kassai Domok, Szabadkán és az Ősi Herceg. A Kosztolányi Dezső által szerkesztett, először 1921-ben megjelent Vérző Magyarország című kötet írásaiból, a nagyfokú érzelmi azonosuláson túl még az ideiglenesség érzete és reménye tükröződik. Herceg Ferenc elnézés. Valamire való magyar ember sohasem fog belenyúlni az ország feldolgozására. Képzelhető olyan helyzet, mikor nem lesz oportunus erről beszélni, de úgy sohasem fordulhatod rá, hogy a szívünkben is lemondjuk az egyéves örökségünkről. Ezt nem fegyverrel, sem szerződéssel, sem brutalitással, sem engedékenységgel nem fogják elérni elmességeink, mert az ilyen lemondás ellenkezik a revízió az igazságtalanságok békés eszközökkel való kiküszöbölésének vágya teljes támogatást jelentett a magyar közbeszédben. Kassa hazatérése idején 1938-ban Márai Sándor megkérdezősített a szülővárosában a pesti hírlapot és a magyar közvéleményt. Mikor az ember nagyon sokáig éveken át készül valamire, és minden hitével, minden akaratával szolgál egy cél, amikor bekövetkezik az, amire ilyen költségekkel készül, a valóság legtöbbször csalódása. Ez sorokat szülővárosokat írom, amelynek visszatérését legjobb akaratommal és hitemmel szolgáltam, és olyan erősen akartam, mint talán semmit az életem. És most, amikor a valóság bekövetkezett, csodálattal észlesz, mennyire fedél a nyugodóság az elképzelés. Kassa nem csak egészen olyan, mint ahogy emlékeim, olyan, ahogyan elkezdettem. Így áll előttünk életnagyságú valóságában, táj és az élet, amely most hazatér az örök otthon. Kimondjuk a drága városok nevét, és csodálatos térképet látunk, melyet nem a pillanat politikai erejére rajzol, az örök felvidék térképét látunk, amely összeveti erdő és város kultú nem mindennyivel, műemlék és rögzített betű, azzal a titkosan mindosszal, melynek láthatára ezen
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második világháború lezárása, az újabb trianon, a Magyarország szuverenitásának teljes elvesztése, tökéletesen kibeszélhetetlenné tabuvá tette a trauma. Juhász Gyula akkor figyelmeztetésének első során tiltással formálta, a másodikat eltagadta a diktatúra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljuk rá. Idézzük fel Vincent József herceg prímás alapján, aki, mint hallottuk is, 70 éven át nagy hatású zarándok betett vezetőket Mária remetére, és akinek szoboravatására szintén a közeljövőben kerül sor. Tehát Vincenti a leghangosabban, szinte egyedüliként tiltakozott a felvidéki magyarok kiűzése és a délvidéki magyarok legyőzése ellen. A külügyminiszternek itt levelében így fogalmazott. Az, hogy 1938-ban örültek a Magyarországhoz való visszatérésnek, amelyel különben is 90%-ban magyar és összefüggő tömböt alkotnak, nem lehet mondani. Melyik egyén is még nem örül akkor, ha ősi hazájuk keblére visszatérhet, idézett végül. A diktatúra kiépülése után a tettek, az összetartozás kifejezése helyett homályos, azok ígéretek hangzottak el, a szocialista internacionalizmus mindent megoldó veszélyére. Holott a kommunista diktatúra nem javított, de rontott a helyzetet. Az itthoni hallgatás teljesen kiszolgáltatta a határidőn magyarságot, az egyáltalán nem internacionalista szocializmust építő utódállamoknak. Hogy a szocializmus nem megoldás, hanem csak fokozza a problémákat, azt kevesen merték kimondani. A nemrég távozott Csóri Sándor Durai Miklós könyvéhez írt előszavában megfogalmazta, a rendszertől elválasztatott a sajátosságot, mint az egypártrendszer, a magántulajdon megszüntetése és az egyházak kiiktatása, kisebbségek szempontjából hatványozottan voltak hátrányosak. Idézem, a szocializmus vívós isakja alatt a trianon utáni kisantantos összepillantások cinkosságát figyelheti meg a szomorúan az ember. Ezek az őrületbe csúszott torzulások nem egyszerű félrejtések. Ott van mögöttük a törvény, a szocializmus végiggondolatlan eszmerendszere és gyakorlata. Kedves megmondókező, trianon mint fogalom, lassan 100 évvel a diktátum aláírása után is orvosolatlan. Az Európai Unióban, amelynek keretei között jelenleg élünk, nincs becsülete az őshonos nemzeti kisebbségeknek, inkább gyanakodva, mint bátorítva tekintenek a közösségi jellegű követelésekre. Valahogy úgy vannak vele, mint a szintén Csóri által idézett amerikai diplomata, aki nem érti, hogy a nemzetiségek miért akarnak fennmaradni, amikor asszimilálódhatnának is. Először azonban közép-európai kommunista rendszerek összeomlása óta sem sikerült nemzeti, teljes nemzeti egységet teremteni a határon túli magyarság ügyében, akkor sem, ha a célhoz a rendszerváltás óta talán meg nem értünk. Nem mi álltunk ilyen közel. A személyes példa erre egy-egy határon túlra vagy onnan szervezett osztálykirándulás, a nemzeti összetartozás törvénybeiktatása, az arról való iskolai megemlékezés, az összetartozás tudatosító civil szervezetek léte és tevékenysége mind-mind fontos lépést jelent. Tudnunk kell, hogy az emlékezés nem olyan célú. Gondoljunk csak a nyelvhasználatot korlátozott törvényekre, a mindennapok hátrányos megkülönböztetéseire, az időről időre feltörő magyar ellenes erőszakra, vagy a még mindig elérhetetlennek tűnő autonómia követelésekre. A századik évfordulóhoz közeledve tudatosítsuk magunkban és szomszédunkban is, Trianon közép-európai tragédia volt. Végletekig fokozta már amúgy is létező viszálykodás, gyengévé a nagyhatalmak számára kiszolgáltatottá tette a Kárpát-medencében élő népeket. A ma zajló örvénylésben Európa közepén az egyre inkább kontinensen kívüli nagyhatalmak nyomásának satúrában meg kell találni a küldözéseket és azokat a pontokat, amelyek összekötnek bennünket. Magyart a magyarral, a magyart a másik közép-európaival is. Magyarok nagyasszonyi segítségüket. Köszönöm. Köszönöm szépen kurátor úr szavait. Tisztelettel kérem Török Máté művész urat és a Miszkál együttes itt jelenlévő szabad eltávolásán lévő tagjait, hogy muzsika szóval gazdagítsák emlékestünket.
Félezer utalt, s a szót magyar még le nem írta, csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, Mihályom, borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús kopár sziget, magyar sziget, népek óceán. Ömlött álmodó fülemben, hogy nem hatolt belé hat hullámverés. Morzsoló harsogásom, morzsolódott kis sziget, kemerű mormogásom. Jaj, mindenből csak vád fogad, miért kimélted az erőt, miért kimélted válladat, miért nem vertél sziklatöltést, erős nagy védőgátokat. Elhagytam koldus tékozló apám, s aranyat ástam én, gonosz fiú. Mi szent vagy te koldusság, s te sár arany, te szépség, mi hiú. Koldus apám, visszafogadsz-e, bedőlt viskódban helyet adsz-e, ha most lábat hozzanak, s elédöntöm minden dalom, mérges rongyai csókkal illetem, s büszkös sebeit tisztára nyalom. Nagy és sötét átkot mondok magamnak, verset, mely nem zenél, csak felhörög, eget nyitó poklot nyitó átkot, hogy zúgjon, mint a szél. Bőgjön, mint megtépett szakállú vénzsidó zsoltáros jajgatása Babilon vizeinél. Epévé vált a szék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemet hiszú vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Mondjuk ki két szemem világ, amikor nem rád tekint. Népem, szent, te kárhozott, te drága, népem, te szent, te kárhozott, te drága, népem, te szent, te kárhozott, te drága. Zsida Jenő Számos Hungarikuszának első részét énekeltem, és nagyon sok költő neve elhangzott az előbbi beszédben. Zsida Jenő mindezt Erdélyben élte meg, és most következzék még egy Babits Mihály költemény, aminek akár helyszíne, mint a helyszíne lehetne Mária remete is. De hogyha a szobrok mögé nézünk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy milyenek is vagyunk mi magunk. Erről szól a Pszichoanalízis Krisztián. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kibűrül a szemnek, kifaradt a széken, de befelé, hol a falna fordul hát, csak darabos szikla, durva törés tátok. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda őszívből vágták ki lelkünket, hogy húsz darabjai még kérdesen csinnek. Szennyesen, szennyesen, hova nem süt a nap, hova nem fél a szem, Krisztus Urunk
segíts meg. Hallottunk ájtatós régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel rúgtak, nem törődve ki, mit lát belőle, s mit nem. Tudva, hogy mindent lát, gazdájon az Isten. Már ilyenek bennék, bár ilyenek bennék. Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden állt az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarad valaha bennünket egészen, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne. Ha nincs kalapácsunk, szüntelen ültünk. Legfájunk végünkben, belefúró-fúró. Szenvedésre lettünk mi, szenvedésre lettünk. Szenvedni annyi, mint diadal aratni. Szenvedni annyi, mint diadal aratni. Ó, hány éves vasnak kell rajtunk faragni, még méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majd szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Szépen a Misztrál együttes nagyszerű előadását, és tisztelettel fölkérem Nezsák Sándor urat, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét, az országgyűlés alelnökét, a 2017. évi Teleki Pál érdemének átadására. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Még bizonyít bennem, hogy szenvedni annyi, mint diadalt adni. Hogy diadalt adni. Legyen jó kedvünk, hiszen olyan embereket köszöntünk, akik megdolgozták az elmúlt évtizedeket, és joggal hívták ki gyakorlában alapítvány elismerését. Tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Eszterházi Pannonokodat, tisztelt egyegyűjteket. Isten szent hajlékában itt a vastag kőfalak mennyi hangos mondatot, kohász, jajkiáltás fogadtak be, és visszhangzott ez a terem, és visszhangzik ma is, elmúlt évszázadok zivatalos idejéből, történelmi helyen vagyunk. Nem nyert el ez a vastag fal, sem ruháztatnak a szavait, Sodi Lajosnak a szavai, Vincenti Bíboros szavai, és nem jelent el annak a szolgálatos plébánosoknak, akik tisztességgel tették a dolgokat a elmúlt
évtizedekben is tartották a lelket az emberekben, erősítették, kitűnnek. Amikor mi most a Betlen Gábor alapítvány telekét érdemlékét adjuk át, akkor eltűnődhetünk, hogy vajon mi köti össze azokat, akiket a Betlen Gábor alapítvány megnevezett és az érdemlékben részesít. Mi az, ami a díjazottakat összekötni? Mit sűrít a díj az érdemlére? Minek a metaforája? Teleki Pál egy erős mondatát hívom ide. Bátor nemzet vagyunk, de hiányzik belőlünk a hétköznapok bátorság. Ez lelki bátorság, amely nem a nekimenésnek, hanem a kitartás bátorság. Nem lankadom küzdelemnek a bátorság közé érdekében a magyarság szolgálat bátorság. És ez jellemző valamennyi díjazottra. Ez jellemző Horváth Béla barátunkra. Horváth Béláról bennem sok-sok kis film játszunk vele, ha a neve elég belül, hogy eszembe jut, vagy látom. Ezek váratlan filmek, van, amelyik már fényt kapott, nehezebb előírni, de egyértelműen bizonyítja bennem azt, hogy benne az elmúlt évtizedekben, amióta ismerjük, a közjó szolgálatában lankadatlan bátorsággal, szívósan, sokszor hátrahúzódva, de tette a dolgát tisztességgel. 1954-ben született Budapesten, József Attila gimnáziumban érettségizett, majd egyetemet végzett, sőt, keveset tudják róla, nem csak mérnök közgazdász, de a földtudományok doktora is, és a Magyar Tudományos Akadémia köztes életének tagja, rangos tanulmányi szerzője, tudós munkássága is van. Talán ezt is áldozta föl, hogy ennek egy részét a közjóval közszolgálat érdekében, amikor elsőként jelentkezett és kezdte szervezni a Magyar Nemzetek Fórumot 1988-ban, és a 12. első kerület vezetője lett. És ezzel párhuzamosan, és ez nagyon lényeges az ő életében, és valamennyinek nagy tanulsága kell, hogy legyen, hogy a tisztességes közéleti munka mellett egy példázatos családi élet is vagyogtatta be a környezetét. 1982 óta él szép házasságban Magyar és Egyoltára, és három nagyszerű gyermekünk van, három gyermek, hangsúlyozom, tehát fiú gyermek, még pedig Marcell, Botor és Levente. És az elmúlt évtizedekben tapasztalhattam azt a nagyon egészséges apai büszkeséget, ahogyan beszél a fiú gyermekekről, és kísérhetem így az ő életútjukat is. Magadandó, amit tett Horváth Béla a közéletben, tehát nem csak a családjában, a közéletben, hiszen az ember megalakítása után országgyűlési képviselőnek választották, négy esztendei volt a rendszerváltó parlamentnek a képviselője, majd négy év kihagyása sem történhetett meg, hiszen 98-ban, 2002-ben ő a képviselő, akkor nem az ember, nem a független kisbazatok színei. Sokféle utat bejárt, sokféle nekikezdése, sokféle hátrálása, sokféle kudarca, sokféle sikerélménye. Ami magadató tőle, az egyrészt 2000-ben ő javasolta a kommunizmus áldozatainak emléknapját, amit a parlament nagy többséggel elfogadott, és jól tudom, hogy előtte mennyi apró munka, meggyőző munkára volt szükség. Én
És ő az, aki később 2002-ben Gyurkovics Tiborral megalapították a Hitpajzsok díjat, amely rendkívül hangos elismerést jelent az egyházi életben tudatos teljesítményt tett katolikus keresztény emberek apok részére. És nem hallgathatom el, hogy ő az, aki mellém állt, amikor az emberekből kizártak bennünket. Ő az, aki aztán a Kölcsei Kör szervezte és szervezett ma is. 40 év összejövetel szervezett meg, és ez mindegy külön-külön szinte metafora, hogy hogy gondolkodunk magyarságról, világról, elnökvárról. Úgy gondolom, hogy a vicepitársaság tagjaként is, laudációk szerzőjeként, és egyáltalán az a közéleti bátorság, az az erő, ami benne van, méltóan, hogy Telekin Pál szellemében részesítsük Horváth Bélát érdemében. Fogadjál tőlük Népszava mellett, vagy azt követő a Magyar Nemzet, a Heti Válasz 1992-ben a Magyar Televízió és a különféle osztokon volt a NTV-nek szerkesztője, hivatalos szerkesztője, dolgozott a Gazda TV-nél, a Hír című műsorban, és 2004-ben került a Magyar Rádióhoz, és ott pedig a valóban a Kárpát-medencét vezető vasárnapiság volt a fő munkatársa, volt a Kossuth Rádió főszerkesztője is. 2015-ben, tehát most 7-10 éve távozott a NTV által, és egy honlapot szerkesztett, a Kölcsház honlapot szerkesztett. Ez egy művészeti hírportál, és amellett pedig nagyon fontos, nagyon lényeges, a külföldi magyar rádiónak ül tudósításokat, bár többen tennék ezt az egyébként valóban nagyon kemény valóság szolgálatot. És nézzük az egyszemélyes intézménynek a munkásságát. 2016-ban ugye bejegyezte a Valasi Park Művészeti Alapítványát, ennek a kuratóriumnak az elnöke, de előtte tulajdonképpen a magyar művészeti
élet szinte minden területén meg tudta jeleníteni azt a minőségi megkülönböztetést, amit ezek a díjak szolgáltak. 1997-ben a Valasi Bálint emlékkartot jegyezte be, és azon jegyezte, minden esztendőben átadják, egy idő után már nemzetközivé válik a Valasi Bálint emlékkart. 1999-ben Timóti Band zenei díjat alapítunk, 2000-ben Európa érmet az újságírókkal, 2001-ben a képzőművészeti MSS-e díját, 2002-ben Szkíta Avany Szarvas díjat alapít, 2005-ben pedig Hamvas Fül boltművészeti díjat alapított. És ő az, aki a Balassi Kart boltpápolja, vagy a Balassi Napi, Balassi Fesztivál, a Balassi Misét szervezi. Tehát még egyszer összegzem, egy személyes olyan intézmény, aki megtalálta a helyét ebben a világban, olyan helyet, amit más legfőbb segített, és valóban egyik többen állnak mellette, és segítik azt a munkásságot, amelyet egy személyes intézmény. És érdemes megérezni, legalább milyen emberek, akik ott vannak a társaságban, akikkel együtt dolgoztál, vagy dolgozók. Lőcsei Gabriel, Zellnik József, Lugoszki András, Makovec Imre, Vidám László, zeneszerző, Mihály Gábor, a szobrász művész, Vigyel Tibor, vagy éppen Kusz Tibor, a filmkísérlet barátom. Tehát ez egy olyan környezet, amelyik minőségi ügyek is, de elsősorban a díjazókat. Fogad szeretettel köszönjük. Sokszor eltűnhetünk azon, hogy valami egy pedagógus, aki életében tehetséges fiatalokat nevel, az hogyan él tovább egy-egy mozdulatban, egy-egy gondolatban, egy-egy olyan teljesítményben, amely valahol a tanítómester is minősíti. De az, aki évtizedekkel utána is képes arra, hogy egybe szervezzen fiatalokat, akivel föl lehet nézni, akinek ugyan a neve nincs benne a nemzeti köztudatban, de mégis, amikor reál hivatkozunk, vagy halljuk a nevét, akkor akár szégyenkezve is nézhetünk utána a lexikonokban, hogy vajon ki az a Mika Sándor. Mika Sándor 1859-ben Vassóban született, 1912-ben halt meg. Erdélyből átjárt Budapestre, és egy nagyon széleskörű tudományos munka hátterével, a történész, filozófia doktor, egyetemi tanár, lett ötös kollégiumnak egy meghatározó személyisége, egyénisége, akinek a célja a tudomány nemzeti elkötelezettségi utánpótlásának a nevelése. És ezt tűzte ki jó érzékkel és jó időben a Mika Sándor Egyesületnek a fiatal szervezői, akik 2013-ban alapították meg azt az egyesületet, amely 35 éven annyira fiatalokat szervez. Házi konferenciákat, magyar Herold címen forráskiadó könyveket adnak középiskolások részére,
rendhagyó munkákat, különféle konzultációkat, ráhangoló orrákat szerveznek, szekvőkulak, szabad egyetem, egy integratív szabad egyetem. Tulajdonképpen keresik azokat a fiatalokat, akik őknek is voltak, tehetségeseket, olyanokat, akik nemzeti elkötelezettség tudománynak a vállalásai. Rendezvényeket, ezek közül kiemelkedik a népi gondolat, népi gondolkodó, vagy éppen Veterinárium Alapítványon közösen szervezett Makos István egyik főműve, a Magyar Sors, Parassors, Magyar Sors című nagyszabású rendezvény. De ugyanakkor a keresztény társadalmi mártírium 40-es évekből 1956-ig egy olyan munkája, amely már valójában maradandóságnak az ígéretét is magukban hordozza. Sok ilyen közösség van Kárpát-medencében, sok ilyen fiatal közösség. Fedezzük föl őket, erősítsük őket, és amikor a Veterinárium Alapítvány úgy gondolta, hogy kiemelik a Mika Sándor Egyesületet, akkor azzal a reménnyel is, hogy lássuk a többit, és ezeket erősítsük a maguk lehetőségeivel, mert ők a jövendő, ők azok, akik képesek ellenállni mindannak, aminek ellen kell állni most a 10-es évek vége felé. Köszöntöm tehát a Mika Sándor Egyesület nevében, akik átveszik a díjat, nem tudom, igen, szabadsoljon őket. Vezetették diák találkozó történelmi és irodalmi
tanároknak a képzése, táborra, megemlékezések. 1991 óta Eszterházi János emlékezetének a folyamatos figyelemnek az érvendtartása, megemlékezés április 12-én, mondjuk az a legjobb, április 12-én. És 2004 óta utazási lehetőséget biztosítanak, hiszen több ezer diák éppen a Rákóczi Szövetség szervezésében jutott el a környező országokba, és nem csak diák kapcsolatban, iskola kapcsolatban is népességgel. És így jutottak el Magyarországon, az elszakított területekről, Magyarországon. És október 22-én pedig több száz fiatal érzékelheti azt a kor hangulatot, amit ez a fontos federális szabadságból jelentse számunkra is. És szólnak még arról a beiratkozási programról, amelyet magam is tapasztaltam, ennek alkalommal vettem részt a felvidékén, én visszajöttem, és érzékelhetem, hogy mit jelent ez az ajándékcsomag, mit jelent ez a 10 000 forint a családban, aki lehet, hogy éppen ezzel billen át azon, hogy beiratja magyar óvodába, magyar iskolába a gyerekét, és így nekünk az az osztálylétszám, iskolalétszám, amivel meg tudták tartani az iskolát. Hát mindenképpen tisztelettel, szeretettel köszöntjük a Rákóczi Szövetség képviseletét és a díjat. És ebből aztán egy rendkívül erős
talán az egyik legerősebb karitatív szervezet támogató egyesület jött létre. Följegyeztem, hogy fontos legyen, hogy 1987-től 620 10 tonnás teherautó rakományt küldtek át Magyarországra, illetve az elszakadó területekre. És ebben kórházi berendezésektől kezdve iskola felszereléseket át tulajdonképpen mindennél megtalálható volt, minőségi eszközök voltak ezek, amelyeknek a fogadó helye elsősorban a Magyar Máltai Szegedet Szolgálat volt, itt volt egy erős kapcsolatuk, de megtalálták a Széchenyi körvezetői a kapcsolatot Kárpátaljával, Erdélyel, a szolgálatokkal megtalálták Lelvidék, illetve a Délvidék Magyar Tartal területeit, közösségek a munkásságot, ez a mai nap is igen lényeges és meghatározó, és szervezi tulajdonképpen az új nemzedéki kapcsolatrendszer, amelynek állásos hatását érjezzük abban is, hogy nagyon sok olyan család, amelyik talán a jobb megélhetés eredményében keresi boldogulását Németországban, akkor ők segítenek, de haza is segítenek. Ez magam is megértem néhány családban, közelítésükkel sikerült aztán Magyarországon munkához mutatni, és hazajöttek, mert érezték, hogy egyre bizonytalan az életük ott, az adott német városban, éppen a migráns áradat okozta feszültség bizonytalanság miatt is. Hát tisztelettel köszöntök a Széchenyi-től képviseletében jelenlévő Kotka Gábor és Kizi Zsuzsa elnökség tagokat. Hát legfeljebb az egyik csehónak hívják, a másikat pedig Pohány
kérdésre is elmondani. Nos, többet már térben beszélek, aki a Évai Nagy Kamilla iskolájában is tanult, és többféle zenei szakot végezett, ez énekléstől kezdve különféle zenei kanadjai is. Utána alakította meg a Whistler együttest. Ezt 1997-ben tette Herzlinger Miklóssal, Tóbi Sztinelővel, majd kiegészül Pusztai Gáborral. Számomra nagyon tanulságos volt interjúban olvasni, hogy az első általam megzenésített vers, a Mécs László vers volt, épp pedig sokan ismerik talán, Matuszka Rózsától jutott című vers, és hát ezzel állt először talán nagyobb közösség elé, és ez is jellemző az ő és az ő művészetükre, hogy egy olyan szellemi kalandokban hív bennünket, amely olykor egy jajkiáltás, olykor pedig egy olyan életigenlő, feszülő, duszadó, rügyet bontó muzsika és ének, amely tulajdonképpen sok kedve lesz. Hát azt kívánom, hogy legyen sokszor jó kedvű, és az a mondat, amely az első versben ott visszhangzik bennem, hogy milyenek is vagyunk mi magunk. Milyenek is vagyunk mi magunk. Ez erre válaszoljanak még évtizedeken át. Isten értesen! Köszönöm szépen elnök személyesen a motivációit, és gratulálok az idei tekintetetnek is. A 2016. évi Bethlen Gábor díjat most veszi át utólag Lezsár Sámor elnökútól, a kuratórium elnökétől, Parki Éva Mária bécsi ügyvéd, a nemzetközi fórumokon tanúsított érdekképviselői helytállásáért, magyarság szolgálatáért. Tevékenységben természetesen politikai jelenlők, de csak is az igazság érdekében léptem és lépek fel, emelek szót, és az jövőben is igaz. Mivel teljesen független vagyok, megengedhetem magamnak ezt a luxust.
Tisztelt egyetemének, tudatosan vállalt pártokon kívül elfoglalt pozíció azonban nem akadályozhatott meg Barkhívátornak, hogy már 1988-ban a Júlta Színház MDFS rendezvényi előadás tartsak, és tüntetően részvényen később is minden fontosabb ellenzéki rendezvényünkben. Segítsen, tanácsolj! Nem azért, mintha elkötelezhetné magát egy mozgalom mellett, egy később pártállalatból, hanem azért, mert magyarság és kereszténysége képviselete volt fontos számára, és 89-ben az MDF-ben annak erőfeszítéseiben látta ezt. Mint kisebbségek védelmével foglalkozó, azt hivatásának tartó nemzetközi jogász, a minőségében és hivatásának tekintette elsősorban is a magyar ügyek, a trianoni béketiktátum következtében más államok fennhatóságot alá került magyarok védelmét. Csak úgy, mint a trianoni béketiktátum szakmailag is megalapozott következetes kritikája. Mit kell tudnunk Barkhívátornak, Éva Mária Barkhívátornak? Magyarországon a mintegy 260 lélekszámú Barki családneve az Észak-Dunántúlon gyakoribbak és Komárom Esztergomes feje megyében már Mátyás király korában is összegyűjtött ilyen nevezetű személyeken. Édesapja nem tudott neki mesélni a családjáról, mert olyan korán veszítette el, hogy személyes emlékét már nem elviszített. Ő maga így vagyok. Édesapám mondta magam. Fél éves koromban meghalt, mégis magyar nevelést kaptam. Akkor is, ha anyukámmal németül beszéltem. Az iskolában egyetlen magyar származású gyerekként kiemelten foglalkoztam a magyar történelemmel. Sokat vitáztam a történelem tanárával, és amikor ügyvéd lettem, az egyetlen voltam Bécsben, aki beszélt magyarul, így nagyon sok honfitársa képviseletét láttam. Természetesen nem csak a magyar érdekeket védem, hanem az igazságot. Amúgy más népek esetében is hangot adok a véleményünk. Akik úgy voltak az 1985. évi lakitelepi találkozón, majd részt vettek a rendszerváltás előkészítő politikai küzdelemben, azok nagyon jól emlékeznek arra, hogy Barki Éva már kezdettől fogva segített minket. A polgári demokratikus harcunkban a nemzetközi ismeretlenségben segített, hogy a kelet-európai ellenzékiek egymásra találjanak, és sokat dolgozott a kisebbség is voltam élő magyarság addig elhallgatott jogsérelmeinek a feltárásosabb érdekében. A Júlta Színházban az alapuló MDF által szervezett ellenzéki fórumokon kerültem Barki Évával közvetlen kapcsolatban. Szókimondó határozottsággal, céltudatos, alapos elismerettel és erélyes hangja, olykor számon kérjem, erélyes hangja, engem is meghódított. 1988 áprilisában arról beszéltem nekik, hogy második János pápa Ausztriába Bécsbe látogat, és az országhatárhoz közeli Dagáskoló sportrepülőtérnél tart szabadtéri szentmisét. Nyilvánvalóan én is szerveztem csoportokat. Magyar papírzászlókat is vásároltunk, hogy érzékeljék a jelenlétünket a várhatóan százezres tömegben. Erre biztattam a plébániákat is, de az esztergomi esetünk hivataltól egy hosszalló megjegyzést kaptam. Mondták, elolvogtassuk tömegesen a magyar zászlókat, ne irritáljuk a vendéglátó osztrákokat. Ez jellemző az osztrákokra, de esztergomra is. Nézett rám, mikor soroltam ezt Barki Éva. És maga mit akar csinálni? Kérdezte. A vásárolni fogok 20-30 ezer magyar papírzászlót, és megpróbálom átvinni a magyar határon. És a szentmise helyszínén
majd ott elosztogatjuk a magyar hívők között. Akarja a segítséget? Megköszönjük. Akkor küldjük magának a pénzt, maga is hozzáteszi, amennyi van, és vesz minél több zászlót. Hozd magával embereket, határba élvárjuk magukat, onnan megyünk Trostoltba, szétosztjuk a zászlókat, a magyarok integetnek a Szentatyának, akinek csak feltűnik a magyar zászlóházat. Így is történt. Határba Bajki Éva meggyőzte a magyar és az osztrák városokat, hogy a kereskedelmi mennyiségű több mint 40 ezer magyar papírzászlót osztogatni fogjuk, nem pedig árusítani. A Szabad Európa Rádióban dolgozó Nuhász László segítségével megszereztem a tagással egy sportkerületi alaprajzát, és segített eligazodni, bár aztán kiderült, hogy osztogatták ezt az alaprajzot a hívők között. A bevezető utakhoz állítottam kettesére latifeleti színpadosokat, akik az este éjszaka érkező buszokat megállították, és 50 darab zászlót adtak minden busznak. Úgy később kiderült magyarra, osztrákra, horvátra, szlovénra, olaszra egyben. A sajtóban is feltűnt. A hivató és az újságok képe is mutatták, hogy a magyar papírzászló rengetegen köszöntötte szentetet. Bajki Éva nélkül meg nem sikerült. Ezt tegnap mindezt túlzásnak tartottak, de végül is elfogadta, hogy a magyar hívők így fejezték ki szeretetüket a szentatyaikban. Bajki Éva a vészletető mozgalmasére legnagyobb tüntetését előkészítő szervezőműkában. Az erdélyi falugombolás ellenőtt 1988 Szent László napján tartott hatalmas felvonulás előkészítését. A Ceausescu diktatúra nem akarta elhinni, hogy az erdélyi falva legombolása ellen óriási tiltakozás megszervezésében nem vett részt a ténylegesen nagyon passzív magyar állam, és másnap, június 28-án megtorlással bezárta a Magyarország Kolozsvári konzulátusát, és a személyzetét azonban hatállyal kiutasították az országot. A megmozdulás támogató keresztény elkötelezettség ellenzéki pártok által alapított Márton Áron díjat az első között kapták meg 1988. novemberében az erdélyi falvakért megmaradásáért szervezett Hősök terén tüntetés szervezői, közöttük dr. Bajki Éva Mária is. 1990. márciusában magyar ellenes, véres rokonot szervezett a román hatalom Magosvásárhelyen. A magyarokat egy gyilkos ütlegelő akkor verték ki Sütő András élő félszemét. És akik ellenálltak és visszajutottak, azokat a román bíróság súlyos évekkel megbüntették, és ezt többüknek az életüket kellett. Dr. Bajki Éva Mária mindent megtett, a nyíltan kisebbségellenes tüntetések semmiségtételét, és nemzetközi szinten is felhívta a figyelmet a román hatalomnak a kisebbségellenes gyakorlatára. A székelyföldi fiatalok ügyét a Strasbourg-i Emberi Jogi Bizottság előtt is képviselte. Jogvédő tevékenységét a román titkosszolgálat a megfigyeléseknek a legnagyobb eszközökkel kívánta megtorolni. 1994. decemberében az osztrák kémelhárítás vezetője figyelmeztette, hogy legyen körültekintő, mert a román titkosszolgálat tervevette az úgymond semlegesítését, ami a jól értesült sajtó szerint egyértelműen a meggyilkoltatását jelentette. Ezzel egyidejűleg hivatalosan tiltakozott Romániára az osztrák külügyminisztérium, amiért a román titkosszolgálat megfenyegette Éva Margaret Bajki magyar származású vécsi ügyvédjét. Válaszol a Románia, Bajki Éva számára beutazási tilalmat rendelte. Érdemes megemlíteni, ennek a tilalomnak az utóéletét 1997 végén a román külügyminisztérium elmondotta a belépési tilalmat. 1998-ban Erdélyben Éva asszony előadást tartott az Európai Kisebbségi Autonómia Megoldások
gyakorlatában, és válaszolunk az én utó nevédre idézve a határozatból. A román állam érdekeltségű tevékenysége miatt 3 évvel kitiltották az országból Éva Mária Páki bécsi ügyvédi. A svájci magyar jogalmi és képzőintézeti kör sorrendben 14. találkozóját először rendezte meg Magyarországon Egerben 1990. októberében. A konferencián Közép-Európa jövőjéről tanácskoztak. Érdemes megemlíteni, hogy dr. Pajti Éva Mária az első és második világháború diktátum jellegű békeszerződések hibájáról nyilatkozott. Bebizonyosodott, mondta, hogy ezek a békeszerződések nem hozták meg a vár békét, ellenkezőleg tartós válságot okoztak. A trianoni szerződés igazságtalan, ennek orvoslása Európa feladata és kötelesség. Jelenleg Európa önrendelkezésre és hullámot végig, jelenleg Európa önrendelkezési hullámot végig. Egy új korszak küszöbén hárulnak, mondta ezt 1990-es évek elején. Közép-Európa újjá fog születni, előbb azonban meg kell oldani azokat a problémákat, amelyeket a rossz békeszerződések okoztak. Már 91-ben éles szemben észrevette, hogy Közép-Európa fel fog értékelődni. Idézem, a jövő nagy problémája, hogy létrejönjen ismét Közép-Európa. Én hiszem, hogy igen, és ha mégsem, az tragédiához vezethet. Meggyőződésem mondtam, hogy csak egy egészséges Közép-Európa tudja megmenteni a kontinensünk egészét. A nyugati államok az Egyesült Államokkal együtt erőt vesztenek, mert náluk az értékhajtás, a morális válság már olyan méretű, hogy térvesztésük visszafordíthatatlanul tűnik. Véleményem minden bizonyban elősegítettek a Visegrádi négyek, Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia együttműködésének az 1990 harmadik évi kialakulása, amely együttműködés eredményén ma már vitathatatlan. Sorolhatnám tovább. Esztendőről esztendőre Éva Mária Páki, Éva asszony megnyilatkozása. Érdemes őré tekinteni ezt, és meg is tesszük meg egy hosszabb fejtegetésben tanulmányban, mert visszaadja annak a kornak a hangulatát, és ez az esemény történet ma is figyelmeztetett bennünket. Egy kis elemény, 2010-ben polgármikorban került hatalomra Magyarország. Több ország, szocialista és liberális vezetése ezt a váltást nem akart elfogadni. És vagy közvetlenül, vagy áttételesen támadta az új magyar kormányt. Ausztriában 5 esztendővel ezelőtt, 2012. októberében az osztrák állami televízióban olyan állítások jelentek meg, hiszen Magyarországon kényszer munkára hajtják a romákat, hogy gyenge a rendőrséggel szemben a lakosság jogvédelme. Dr. Páki Éva Mária panaszt mutatott be több osztrák intézményhez, többek közt az osztrák televízióhoz, a nézők fórumához és a kommunikációs hatósághoz helyesítését. Indoklását kifejtette, hogy Magyarország polgárai mind a civil jogban, mind a büntetőjogban, mind közigazgatási ügyekben szélesebb körű jogvédelemmel rendelkezik, mint az osztrák. A jogvédelem is erősebb, mert a rendőrségi eljárások elé nálunk lehet független bírósághoz fellevezni. A romák Magyarországon országos önkormányzatban szerveződhetnek. 2 képviselő ül a magyar parlamentben, és egy roma képviselő az Európai Unió parlamentjében is delegált. Ausztriában a romák jogai meg sem közelítik a magyarországiakét. A kétségtelenül igaz ellenérvek ellenére több éves jogi húzavona után sem kaphatott Magyarország elég tétel. 2012-ben egyre több jele volt annak, hogy a brüsszeli bürokraták túlélve hatáskörükkel
beleszólott Magyarország belügyeibe. 2012. márciusában Bécsben szimpózium tartott a magyar kormánynak a magyar szuverenitását védelmező intézkedéseiről, amelyeket a hazai ellenzéki pártokkal kötődve Brüsszelben erősebbére. Magyarország veszély vagy reneszánsz Európa számára című szimpózium egyik előadója volt Dr. Varadi Éva Mária. Előadásában hangsúlyozta, hogy bár az Európai Unióban belépés önként történt, ez mégsem jelentett beleegyezést a nemzetgazdasági és valutapolitikai szuverenitás feladásában. Uniós tagságban különösen nem jelent beleegyezést olyan ügyekben, valóban összeli beavatkozáshoz, amelyek a nemzetállami kompetenciájában esnek, mint például az alkotmány média ügye. Nem mi távolodtunk el az európai értékektől, írja Évolszó, hanem a brüsszeli hatalomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a demokráciát, hanem az Európai Uniós szervezeteknek hiányzik a demokratikus legitimáció fogalmazat. 2013 nyarán az Európai Parlament szocialista, liberális, kommunista és zöld többsége elfogadta Magyarországot, ami színűen feltüntető úgynevezett felállás jelentést. A valótlanságokat és csúsztatásokat is tartalmazó politikai határozat ellen Évasszon több nemzetközi fórumon emelte föl a szavát. És egy nagyon fájdalmas esemény közelmény volt 2013. decemberében az osztrák állami televízió egy műsorban gúnyi tárgyává tette Magyarország Szent Koronáját. Évasszony panaszt tett az Európai Nemzetközi Ügyek osztrák miniszterének. Levelében hangsúlyozta, hogy állami szimbólumok gyalázása bele és külföldi egyelőre az osztrák jogszabály szerint is büntetendő és elkövetését még a véleménynyilvánítási szabadság vagy művészeti szabadság sem igazolja. A magyar Szent Korona, mint az állami címnek része Magyarországnak állami jelképe, és ilyen büntetőjogi védelmet élvez. A panaszt évekig ide-oda tologatták, és máig sem orvosolták. 2015 elején Európában óriási túlerővel rendelkeztek a politikában a bevándorlás párti kormány. Vállalóan kellemetlenség, így hazájuk Ausztria bosszallását is, Évasszony belevett az egyenlőtlen üzenetbe. Rámutatott arra, ami fölött politikai okok miatt sokan elsiklanak, hogy néppárti tagságok ellenére Angela Merkel és Jean-Claude Juncker teljesen illegális álláspontot képviselt. Kiemelte, hogy Ausztriában véleménytelen. A vállalatoknál, a hivataloknál, a bankoknál tilosan alkalmazottaknak a migráció ellen bármilyen negatív véleményt megfogalmazni. Elbocsátják azokat, akik mégis szólni mernek. Ezzel a lappangó erőszakkal szemben a viselkedő lények tartanak, de gyengébb. Csatlakozni kellene a szlovéneknek és a horvátoknak a V4-hez, és távolodni az osztrákoknak, a románoknak és a bajoroknak is. Hogy a közös célok alapján képviselni tudják érdekeit Brüsszelben, vagy akár Brüsszel ellenében. 2016. októberében népszavazást tartottak a szocialista és illegális politikusok által javasolt szuverenitási kérdésről részek az Európai Unió Magyarország és hozzájárulása miatt előírása nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező beléptetését, betelepítését. Kérdésre 3.362.000 állampolgár nem lesz szavazott. Ebben része volt Dr. Varki Éva Mária körleveleinek, előadásainak és felhívásainak, melyekben hangsúlyozta, erkölcsi kötelezettség nem lesz szavazni. A népszavazást megelőző vitában Évasszony kiemelte, idézem, Magyarország ebben a mocsárban egy szikla, egy világítótól,
amely megvéd bennünket, és amely Európában sok embernek megvédett. Akik jól ismerjük a minden fáradtatlan, évasszony jogvédő tevékenységét, azok esetleg hiányolhatnak ebből a mintatásból több esetben. Csak valóban röviden próbáltam kijelenni néhányat. Tudom, hogy Barki Éva hiszi, és amit mond, meggyőződéssel vállalja a harcát, az igazságért, a magyarságért, és nem azért, mert elkötelezte magát egy párt vagy egy kormány letáni személy mellett, hanem azért, mert hite és meggyőződése erejével, szakmai felkészültségével, életre szóló harcot, üzenet vállal, és nem adja fel. A bevezetőben idézem hitvallását megismétlem. Semmilyen nem képviselő. Sohasem voltam, nem vagyok és nem is leszek semmilyen pártagja. Tevékenységem természetesen politikai jellegűség, de csak is az igazság érdekében léptem és lépek fel, emelek szót, és az a jövőben is így lesz. Mivel teljesen független vagyok, megérdekeltem magamnak ezt a luxust. Nekünk pedig az a luxus, és történelmi léptéltel engedtessék meg, hogy kortársunkat, küzdőtársunkat, évasszony, Betlen Kádár díjjal. Nyugaton már nem harcolnak.
Már nem harcolnak, mert a szabadság nyugaton már nem érték. Nyugaton csődöt mondott a demokrácia. Nyugaton már nincsenek szabadságjogok, emberi szabadságjogok. Megszűnt a jobb államiság, a jobb biztonság, és nem lehet tudni, hogyan megy tovább a nyugat országoknak a sorsa. Minden nap és minden órában harcolni kellene a jogokért. De ma sokkal nehezebb, mint a Gyurta Színházban volt, sokkal nehezebb, mint a kommunizmus ellen és a Szovjetunió elleni harc volt. Sokkal nehezebb, mert a mai diktatúra Brüsszel mintájában sokkal rafináltabb. Ez az úgynevezett puha diktatúra. Láthatatlan. Nem tankokkal jönnek, hanem kis lépésekkel. De nem lehet tudni, hogy egyszerűen fognak tankokkal is jönni. Sokkal nehezebb, mint akkor, mert most a veszély nem keletről jön, hanem nyugatról, és pedig nagyon nagy gyorsasággal, elképesztő gyorsasággal. És ma ismét az igaz, amit 400 évvel ezelőtt már Bethlen Gábor mondott, hogy a nyugati birodalom sokkal veszélyesebb, mint a keleti birodalom. Én remélem, hogy a jövő nem fog egy még szigorú háborút hozni. Remélem, hogy sikerülni fog legalább itt Közép-Európában megtartani a békét. Kedves barátaim, én Magyarországnak kívánom, hogy tartsa meg ezt a közvetítő szerepet a kelet és a nyugat között, ami a mai napon a mai geopolitikai helyzetben nagyon fontos. És kívánok Magyarországnak, hogy maradjon ez a világ torony, ami megvédi most egész Európát. Kívánom, hogy Magyarország védje Közép-Európát, mert a Nyugat-Európát már nem lehet védeni, Nyugat-Európa kész. Védje Közép-Európát ebben a nemzetek ellenes és népek ellenes háborúban. És a legfontosabb, hogy Magyarország őrizze meg a szuverenitását és szabadságát. Mert még mindig érvényesek az aranybola három alapelvei. Hungária semper libera. Ez az egyik. És a másik, una et eadum libertas. És a harmadik, a legfontosabb, a jus resistentiet contra vincendum. Ez a feladatunk a mai napon, ez mindjárt feladata. Ellenállni a nyugat, a mai napon látszik, a nyugat jogellenes tartózkodása ellen. Ellenállni kell a nyugat értéktelenségének, és ellenállni kell
a nyugat kereszténység ellenségének. Köszönöm szépen! Hálásan köszönöm a szervezők nevében a Kisboldogasszony Bazilika plébánosának, Eszterházy László protonotárius hangunk úrnak, hogy befogadta mai megemlékezésünket. Tisztelettel kérem, hogy a rendezvény végén áldjon meg bennünket, áldja meg a Betlen Gábor Alapítvány és a kitüntetettek nemzeti céljait. Utána pedig kérem vendégeinket, hogy a Misztrál együttes kíséretében közösen énekeljük el régi himnuszunkat, a Boldogasszony anyánk kezdetű népének. Áldjon meg benneteket mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békében. Isten szeretettel. Yes.
Pedig láttam. Ez igen, 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 ez, hogy szeretnék igen megnézni. Igen. Csodálatos. Nagyon is az, és akkor a Tollas Tibor nem ismerte, hogy ő láthatott, és akkor így megvolt a keret, hogy a Széchenyi körben. Zsuzsa kérdezte, nem tudta megmondani, ti mikor jöttetek haza? Mi most a 15 2001 körül én is arra. Ugye, amikor 2001 vezette a Tibor a Széchenyi körben, azért gondoltam, hogy 2001-ben. De akkor nem a János ért közvetlenül, utána azt hiszem. Nem, hát egy már elnökként? Igen. Nem, hát ugye volt a Magas, a férje 50 éves korában kicsit beteges volt, és szerencsére most annál egészségesebb, olyannyira, hogy elment a Fülöp-szigetekre, a Lolo fiú esküvőjére, és én nem mertem vállalni az utat, a 25-26 vagy 27 órás, de a sógorom ment vele, tegnap volt meg az esküvő, hát mondták, hogy mondjon is valamit, hát mondta, hogy Fülöp napján született, Fülöp községből hozott feleséget, és a Fülöp-szigetekre jött esküvőre a fiához. Nem, csupa Fülöp. És hát akkor volt a Madas, egy darabig, meg volt a... Gyerekek Fóka bácsinak tudták a bajsza miatt, meg Marika a festőnő volt a felesége. Máté Imre, igen, és már mind a ketten meghaltak. A Máté Imre azért nem volt jó, mert a bajszával még a Cserhátival is összekötötte a bajszát. Ő ilyen misztikára hajlam, ő valami táltoskodott, valami táltos igen, valahol a csalók közben, vagy mit tudom én, rába közben. Mindig ezek megint is, de ő nem sokáig volt, aztán valahogy Tibor felgyógyult, és akkor visszaállt, hogy megint ő volt, és akkor a Madas Pista meg jó megjelenésű volt, szép lassan tudott beszélni, úgyhogy meg volt. Hát különben, mikor most a 5-6 ezelőtt valami hivatal kiderítette, hogy nekünk az adataink nem egészen frissek, akkor derült ki, hogy még a Madasnak a neve volt az elnökség a bejegyzéskor, úgyhogy nagy cirkusz volt belőle, valaki segített elintézni, hogy ne kapjon büntetést, és rengeteg papír és utánajárás volt, mire aztán minden cím és díjra került. Mert születésnapja van Jánosnak, és akkor megjelent nekünk a könyve, megy is a kiállításra, vasárnap lesz a Kőzös Marti téren, a könyvéten. Aztán ide adott nekünk is, mert ha megy Vándorról ide oda, úgy terveztük, csak kérement a tervezés, hogy itt fejezzük az egész templomi társaság szózattal a mai ünnepséget, csak rosszul volt megszervezve. Igen. Tehát ez egy szakrális hely, nemzeti összetartozás jelképe, Konockói unitáros lelkésznek a fia faragta azt a kopjafát, a hármas halom Hidegkoti kőbányában található. És itt látjuk a Pünkösdi Tianna megemlékezésünknek a nyomait.
a történelmi Magyarországnak a határai vannak itt karókkal nevelve, 72 karóval nevelve, és ha ünnepségünk van, akkor zöld borostyánnal körbevesszük, minden karó egy-egy mészes található, és nemzeti színű szalaggal körbevéve. Így zajlik le ünnepségünk, minden esztendőben 4 ünnepségünk van. Hát ennyit tudjanak. Igen, gratulálunk! És mindig a koronázó dombot mindig úgy azt hiszem a 64 bárnyegye hordta össze, mindenki hozott egy kis földet, mert utoljára, mindig fontos volt. Utoljára 1916. december 31-én igen, a Budai Várban, a Szent György téren. Most a 150 éve volt a Ferenc József a koronázó. Igen, az ma van. Igen, ma van.